Sziasztok srácok! Zsozé vagyok. Ez pedig itt a Far Cry 4 gyerekek, ugye most jött ki a játék, úgyhogy suhantam is érte, úgyhogy világított körülöttem a levegő sovány malac vágtába. Csapassunk vele pár karikát, nézzük milyen a játék, velünk szembe ül egy csita. Ugye az átvezetőkkel kapcsolatosan problémában vagyunk ismételte, hiszen Ubisoft termékről van szó. Azonnal adnának egy tockost a YouTube-on, úgyhogy az átvezetőket megpróbálom hanyagolni, illetve kivágni a videóból, vagy felgyorsítani, még magam sem tudom. Szakálmatyi kománk, valami csempészet, valami dellát az útlevelünkbe. Íh, micsoda öreg lány. Milyen tockos kapott a csita. Gyerekek, na, akkor nézzük is milyen a játék. Nos, srácok, akkor vágjunk is bele a lecsóba. Ugye itt vagyunk ezzel a félrefésült hajó pacal arccal, aki vezeti ezt a katonai és a katonai tevékenységeket a területen. És itt megfenyített minket egy kicsit, mert nem jó viselkedtünk a buszon, nagy lövöldözés volt és egyebek. És itt vagyunk a kéglijébe. Hát van mit a tejbe aprítani, gyerekek. Sovány malac vágtába elrecsegtek az előbb a buszon lévő komámmal, akit most szerintem a gyógytornára invitált meg, mert hogy nagyon ordítozik, és az áram is ingadozik a kégliben, úgyhogy gondolom valami áramos gyógytornáról van szó. Na de akkor nézzük, gyerekek, hogy mi a történet, illetve hogy innentől kezdve mi van. Nagyon szép a kégli egyébként. Ez mi? Passport. Útlevelek mindenhol. Eredjünk le. Hát gyerekek, azért most ezen elgondolkodik az ember, mit érzett a villanyszerelő. Tehát, hogy itt négy izzó van. Azt hitte, hogy egy diszkóklub lesz itt az alaksorba. Ó! Hát igen, hozzákötözték a bordásfalhoz, itt kényszerítik különböző hasazó gyakorlatokra. Ó! Egy kis hátmaszírozás a 220-szal. Na de merre? Ó, micsoda... Gyerekek, a nagyanyának nincs ilyen párna gyűjteménye, hát elsírná magát örömébe, komolyan. Micsoda gazdagságban élnek ezek, itt szégyen. Ó, menjünk erre akkor. Ó! Gyerekek, az ázsiai James Bond megment minket. Kicsit kozsós beütése van, nem olyan szomorú szamurájos azzal a szemöldökbe metszéssel. Kicsit olyan, mintha bevert volna egy fél oldal szalonnát, mert zsíros a szája, nézzétek. Legalább jól lakott a gyerek. Reméljük most segít nekünk legalább. Így úgy hallom, hogy szar került a palacsintába. Hát remélem adnak valami fegyvert. Az ott balon egy csaj, gyerekek. Hát nem gond, azt hittem először, hogy csávó. Hát van olyan háta, mint az IFA plató. Nagyon kijön. Ja, most futnom kell, azt mondja a jóska gyerek. Hát fussunk. Ó, szép. Ó, micsoda interakció, gyerekek, elég ütősen néz ki. Tű, azt a... Közben dudálnak a távolba. Jövök, haver. Papos a gázba, papi. Ügyed már. Ó, egy elefánt geci. Azt a... Hát ha ez ide szart, akkor megcsúsztunk volna rajta, de nem kullantott ide. Közben szól a langyos muzsika. Nagyon kígyó. Ó, oh, fegyver! Ó, oh, gyerekek! Egy kis lag! Az nagyon jó, farzsebbe. Miért durrantottunk oda? Jönnek a izé... Kvadda a gyerekek! Kvadda! Úgy ülnek rajta, mint majom a köszörűkövön. Állj meg! Höcskerőcs! Megmasszíroztuk a hátát ennek is. 9 mm-es masszírozógéppel. Mondjuk ez nem 9-es, vagy lehet? Nem tudom. Meghalt meg. Nice-ű. A gyerekek hasítunk a levegőbe. A zenér úgy meg fognak pattintani engem ánuszba a YouTube-on, hogy csak úgy nézek. Oh shit! Így gyerekek, kaptuk az ívet nagyon rendesen.
De hülye vagyok, hogy nem vettem le a music volumét. Hát most már mindegy. Se baj, Tóbiás. Ó, kicsit kába, koma. Mint aki végig szeletelt az egész estét, takony részegen. Tyű, ú, gyerekek, hát azt hitte, hogy ő a Toldi. Toldi cosplay. Gyerekek, a vállán a nagy farönk. Közben valaki beszél a telefonban, ráficcenünk. Hello, papi, te vagy? Nincs mit, haver. Nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Ó, micsoda szalonna szelője van, gyerekek. Ezzel fogunk hasítani, gondolom. Ííí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 
játék nagyon szép, gyerekek, tényleg, tehát nézzétek, iszonyatosan jól néz ki. Közben, ó, jönnek azok a pöcsök. Lapulunk, mint szarafi. Ó, gyerekek, hát a magyar válogatottban nincs ilyen becsúszási technika. Lapulunk, mint szarafibe. Szerintem azt nyakon kell szurkolnunk. Meg kell vajaznunk. Nyugodjál le. Oh, shit. Oh. És már van egy kis fegyverünk. Az nice. Ó, oh, itt nézzük. Adunk neki egy fejest. Hát találd már el, baszódj meg! Hát levette fejjel gyerekek, mint Zidán fénykorába, úgy. Csak ő a labdát, ez meg a golyót. Nem szarra a gurit. Közben a szomszéd egyébként ugyanúgy ploffolja, tovább kicsit megmasszírozzuk a melkasát. Tehát a szomszéd ugyanúgy tolja ezt a kopácsolósdit, úgyhogy ha behallatszik, ne haragudjatok. Az mit dobott, geci? Gránátot? Oh shit! Gyerekek, megyünk erre tovább, remélem nem jönnek utána azok a pöcsfejek. Ó, bazd meg! Ide megijedtem! Az csak itt használna. Így gyerekek, mára megvan a bogrács parti alanya, nem más, mint ez a szarvas. Haszelni már tudunk. Mit írt, hogy nyomjak? Aha! Kő. Van egy full tárunk és egy töltényünk. Hát akkor haladjunk erre, ebbe az irányba. Nem jönnek utánunk a pöcsfejek. Ó, szegény kecske. Mi történt vele? Valahol itt kiabáltak. Ó, itt vannak az MSZP-sek, gyerekek. Hát annak adunk egy bubisat. Mi, nem haltál meg? Te szar, te húgy! Ó, ennyi golyót elpazarolni. Szégyen. Igen, kopácsol a szomszéd, hál' Istennek, hogy a szar egye ki a picsáját, már komolyan bazd meg, egy hete ezt csinálja. Nem tudom feldolgozni, gyerekek. Az MSZP-st átkutatjuk, itt is egy kis hátmasszírozás, befigyel. És akkor itt volt még egy, ugye? Ja. Mutasd a bimbót, te állat. Megyünk tovább erre. Közben nézegetem, hogy mink vannak nálunk. Ó, gyerekek! Egy 1002-es ladának a kipufogóját is megtaláltam. Itt fusit tudunk vállalni, ez mire jó? Oh, shit! De kemény! Kipufogó javítás, azt, ahogy recseg a tűz, nagyon kemény. A 4-be is volt ilyen, igaz? De ez a heggesztő pisztoly, hát ezen rívok. Gyerekek. Na de menjünk tovább. Ezen a lenyűgöző tájon. Ott van az MSZP-s csóka. Ó, gyerekek, micsoda csirkeol, ül rajta a keselyű, vidáman. Ó, van ilyen dobókésünk. Pandora szelencéjét is megtaláltuk. Ja, itt ki kell választanunk. Van ilyen dobókésünk, ugye? Olyan érzékeny, hogy nem hiszitek el amúgy. Tehát kiválasztani itt egy dolgot.
Szerintem könnyebb sapkát kötni. Na mindegy, hagyjuk is a picsába. Így tudunk izé spotolni. Nézzük. És tényleg. Zoom, zoom. Na, basszuk szét a levegőt, azt mondom, gyerekek. De mi a faszért nem találom el? Engedjük ki a tigrist. Hagy szórakoztass őket. Adj neki, geco! Nem tudom nézni, hogy mi történik, meg közben lelőnek. Az meg. És nincs töltény! Basszus! Futi, futi! Most mi a... Büdös retkes hónaljat csinálja. Van ilyenünk? Jó, hát és? Hogy kell dobni? Ó! Oh. Hát az nem ment el odáig, de már legalább van egy kis amunk. Na most ne idegesítse, hogy nem dög lesz meg, bazd meg. Oda megyek, oda megyek! Pofán baszlak a köllel. De, nyíkbarc. Úgy gyerekek, hát ez elég noob fight. Tehát van ilyen ez a pop szakma. Ó, amó! Ez a lesz kell nekünk. Ez te rohadt állat. Na most már csak a tigris kérdéses, hogy éle még. Mert az meg tud minket haszelni. Egy kis hátmaszírozás a cuccokért. Ugrik borbála. Hát, az a tigris az megmerett már szerintem. De nem, jó lenne megtalálni, mert a bőre ér egy vagon lóvét. Soványmalac vágtába hasítunk. Gyerekek. Ó, micsoda luxus. Nézzek, milyen kégli. Hát nem. Azt. A szemem könyvbe lábad. Ez mi a picsa? Mindig is egy ilyenre vág. Ó, micsoda faanyag van, tüzelő. Visszaváltható raklap, gyerekek. Hát nagyon dősbe élnek ezek, el vannak kényeztetve. Azt kell mondanom. És itt? Ha itt ugrani kell egy seggest? Hát gyerekek. Nem vagyok semmi jónak az elrontója, jöjjön a... Pattanj ki. Nagyon szép a játék, tényleg nagyon jól néz ki. Valaki felhív... Ja, itt kell főmennünk? Ó, oh, kecske! Pusztulj! Kár rá töltény egyébként, az az igazság. Vagy dobjuk a izét. Hát a bográsba kell, ki tudja hányan jönnek vendégségbe, nem azt, ha nincs elég pörkölt, elég kellemetlen. Ezt tedd meg. Ú, basszus, eldobtuk a kést. Azt még el se találtuk. Aszti. Nagyon durva. Oh my god. Másszál, pityú. Hát azért egy ilyenre kimenni, öcsém, hát kell oda bátorság. Ez a kemény, gyerekek. Na és akkor megyünk tovább. Ó, az velünk van. Zacsi. Azt kiabált, hogy Zacsi, dob egy kötelet, nice-ű. Azt most mi van? Fölszökkenünk, gyerekek. Fölfutunk a falon. Jump. Ja, meg... Aha, jó van. Meg is van. Nagyon küldi neki a csóka. Íh, milyen bantú arcú, gyerekek. Hát nézzétek, olyan álla van, mint egy csákánynak, öcsém. Ez itt megbotlik. Beveri az állát, de azt leszakad a félhegy. Véső álló. Azt a de jól néz ki. Oda nézzetek, azért ez nem mindegy. De szép.
Nagyon jó hangulata van, és iszonyat jól néz ki a játék. Esik a hó, csupa romantika. Nagyon kígyó. Gyerekek, nagyon kígyó. Na merre? Kíváncsi vagyok, hogy behallani a kopogását a nyomorék szomszédnak. Hogy szarjon egy kiló szöget. Na, nézzük, gyerekek! Ó, oh, hello! Ide bantu vagy te is, haver. Mindenhol arany. Így, gyerekek, hát ezt vasba le kéne adni. Mire készülnek ezek itt, baszod ennyi? Enemy asszonya. Mi van a lépcsőn? Jönnek az ellenségek, gyerekek, jövök, spottalak! Hol? Ja, várjunk először, ki kell választanunk a granyót. Láttam, hogy vettünk fő granyédlit. Egyet föcskenőcs. Dobunk egy granyót, hagyj egyék. Itt nagy akció lesz, már látom előre. Hol van? Bazzeg, hóvakságot kaptam. Hát nem látok semmit. Nézzük, mi lesz veled. Elszaladsz te, rohadék. Legalább nézzük már, hogy repül-e a teste, vagy szétszakad, vagy valami. Ó, itt van egy gránát. Nem lehet fővennie, de... Ó! Az hova faszomba megy? Gyerekek, itt baj van! Houston, Houston! Szar került a palacsintába. Baszod. Daráljál! Rohadjon rád a cipő! Valahol van egy sniper. Szedjük a fregeket, gyerekek, nagyba! Ott van egy kocsi vagy valami. Ú, bazd meg, mi ez? Oh my gosh! Hát erre nem számítottam, az az igazság, srácok. Pofán csókoltam a padlózatot, mert megijedtem, azt ugrottam egy csukafejest homlokkal, vettem le a... Visszatértünk, hát most már nem megyek föl oda, jobb itt lent lehet. Mert ott nem is lehet látni a hóvakság miatt. Most megint nincs gránátom, ez a szomorú az egészbe. Itt van? Itt van. Azt a kurva, mi ez? Így, gyerekek, elvitt minket a csavina. Lesz is csavida. Hát elég nagy szar került a palacsintába, hogy úgy mondjam finoman. Na, mi van? Dupla látás, mint megint a takony részeg lenne, olyan effekt van. Ó, itt van Kozsó. Segítsé, te pacalarcú! Hát befagy a kolbászom ide. Ez volt a prológ, gyerekek! José voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok, ugyaninnen fogjuk folytatni. Illetve, ja. Úgyhogy pacsi mindenkinek. Köszönöm, szevasztok, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogyha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam. Szevasztok!